Októberben befejeződtek a Szovátai Városi Könyvtár felújítási munkálatai, mely hosszú folyamat volt, hiszen az épületen belső és külső modernizálásokat is végeztek. A város polgármesterétől megtudtuk, hogy mindezt az önkormányzat saját anyagi forrásból valósította meg, és rendkívül fontos a városvezetés számára, hogy egy modern, könyvekkel jól felszerelt, kellemes hangulatú könyvtárat nyújtson a lakosság számára. Egy település életében a könyvtár az egy nagyon fontos létesítmény, éppen ezért Szovát a város önkormányzata hangsúlyt fektet a könyvtárnak a rendbetételére. És ez egy elég hosszú projekt volt, mert hogy 2 éve ezelőtt elkezdtük már a könyvtár átköltöztetését, és akkor így a könyvtárnak a régi helye helyet adott a levéltárnak, így az egész építmény egy ilyen felújítás alatt esett át. Első ízben ugye a beltereket kellett rendbe tenni, polcokat kellett rendelni, minőségi polcokat, amely igenis tűzvédelmi szempontból és mindenféle szempontból megfelel. Ez egy elég nagy költségvonzata volt ennek a résznek, de szép lassan eljutottunk odáig, hogy a könyvtár belakódott, a könyvtárban könyvklub létesült, ami már ezúton is gratulálok a tagoknak, több mint 2 éve működik. És most azt mondanám, hogy az utolsó simítást, a külső nyílászárók cseréjét, itt bejárati ajtókról beszélünk, és az ezt igénylő festéseket eszközöltük így a gyönyörű szép őszi időben, és az udvarban lévő építmények is új homlokzatfestést kaptak. A könyvtár állománya körülbelül 21.200 kötetből áll, amelyek között román, magyar, angol, francia és német nyelvű művek egyaránt megtalálhatóak. A legnépszerűbbek közé a kortárs irodalmi művek, az ifjúsági könyvek, valamint a klasszikus és történelmi témájú írások tartoznak. Ezúton is ajánlom a szovátai lakosoknak és a környékbelieknek, hogy látogassák. Habár látjuk, hogy a modern világban az online sajtó, a különböző rovatokat meg lehet kapni ugye a különböző oldalakon, és így háttérbe szorul az igenis klasszikus könyvtár, de mint olyan, azért valljuk be őszintén, hogy ez helytállt több évszázadon keresztül, és több mint valószínű, hogyha mindnyáján szeretnénk, akkor helyt fog állni a következőkben is. Folyamatosan vannak akár adományból is felújítások. Azt látjuk sajnos, hogy nagyon sok helyet van olyan, hogy a könyveknek már nincs meg az igaz értéke. Ha valaki a családból kihalt, nagyon kevesen viszik tovább azt a könyvtárat, ami létesül. Ezúton is felhívást intézünk, hogy a Szovátai Város Önkormányzatja fogadja ezeket a könyveket, és igen, mint olyan méltó helyre kerülnek ezek a könyvek azáltal, hogy most a könyvtár fel van újítva. Ilyen felújításokra nincs pályázati keret, de mint olyan, azért egy város életében nagyon-nagyon fontosak ezek a létesítmények, amik nem, különösebbenképpen nem látszanak, mint például a levéltár, de azért vagy őszintén, hogy az egy írásos bizonyíték arról, hogy mi történt a településen, és nem csak a városfejlesztésben, hanem akár az itt lakóknak is, külön-külön minden egyes személynek van ebben a levéltárban valamilyen írásos nyoma. Annak ellenére, hogy az elmúlt 1 évben mintegy 800 új olvasóval bővült a könyvtár tagsága, még mindig elmondható, hogy sajnos nincs zsúfoltság a városi könyvtár falain belül. Az iskola másként hét alatt viszont diák és óvodás csoportok körében rendkívül népszerű hely volt, és sokan ellátogattak a frissen felújított, hangulatos könyvkuckóba.